olyan kontentet hozok nektek, amit még soha nem láttatok. Fölolvasom. Be fogtok szarni. Ne írjatok. Ne írjatok. Egy perc néma csend. Ciao Manin. Elkaptam a Csigér verzumot egy kamu megkereséssel. Alex nem adja véleményét, István csak az aszpartámról beszélne, előtt pedig azt is mondaná, hogy ez a kedvence. Ha érdekel, elküldöm a megkeresésnek a szövegét is, egy perc rámenni az eredeti Sixo Instagram oldalára, és megnézni az eredeti e-mailt eredeti szikszó kukacgmail.com oldalról kaptam. És most ezeket fel fogom olvasni amúgy, mert elküldte amúgy a screeneket. Felolvassam azt is, amit írt amúgy a srác. Vagy hát, azt lehet, inkább nem kéne. Igazából csak úgy írta, hogy a Sixo Marketing csapata üdvözlettel, a Sixo Marketing csapata amúgy nagyon hihető. Nem számít phishing, nem tudom vágni, adatot nem kért tőlük amúgy, csak egy hogy megcsinálják -e, vagy nem. Még ár sincs benne. Szóval szerintem ez nem izé, nem gáz. Kedves Alex, elsőként szeretnénk megköszönni, hogy nagyon fantasztikus tartalmakkal szórakoztatod a közösségedet. Éppen ezért fordulunk hozzá, hogy egy különleges üzenetet közvetíts a nézőidnek. Sixo Zero Cola termékünk kivételes, hiszen nem tartalmaz aspartámot, ami sajnos sok más Zero Cola esetében megtalálható. Szeretnénk, ha ezt az üzenetet megosztanád a közösségeddel és hangsúlyoznád, hogy fontos odafigyelni az egészségesebb választásra az üdítők világában, ugyanis az aspartám rákkeltő hatású. Akik segítenek elterjeszteni a Sixo Zero Cola üzenetét, azoknak pénzbeli juttatást is biztosítunk. Kérjük, a válaszodban említsd meg, hogy egy Instagram videónak mennyi az ára, válasza után felkeressük a részletekkel kapcsolatban. Kérjük, hogy majd a videódban említsd meg a Sixo Zero Cola különlegességét, a termék aszpartán mentes összetevőit, és mutasd be, hogy miként segíthet az embereknek tudatosabban választani az üdítők közül. Adj magadnak időt, és amennyiben szeretnél velünk együtt dolgozni, akkor kérjük a válaszodat legkésőbb augusztus 11-ig. Nagyon köszönjük munkásságodat, és izgatottan várjuk a közös munkát. Már rengeteg influencerrel dolgoztunk, és dolgozunk együtt. Üdvözlettel, Sixo Marketing csapata. Nagyon jó lett ez az e-mail amúgy. Tehát nem, hogy viszonylag hihető, de az, hogy egy gmail.com-os, eredeti Sixo gmail.com ír, hát nem tudom azért, ha ekkora youtuberek vagyunk, szerintem kicsit jobban kéne vigyázni, nem? Vagy ír neked valaki, és egy cégnek adja ki magát, akkor csak ránéznék, hogy Baszik, ez tényleg az a cég? Tudod, így... Hát nem tudom. Vagy amúgy lehet, hogy úgy gondolták, hogy áh, elég jó ez a levél ahhoz, hogy ne egy gyerek írja. Csak hát lehet, nem a gyerek írta. Nézzük a válaszokat, srácok. Csíger Alex, ő írta a legkorrektebb választ amúgy. Kedves Sixo, köszönöm, hogy gondoltatok rám, és igen, tudom, hogy rengeteg influencerrel dolgoztatok együtt. Hallottam, hogy hirtelen mindenkinek ez az üdítő lett a kedvence. Én is fontosnak tartom az egészséget, épp ezért iszok mértékkel üdítőket, de leginkább vizet fogyasztok egész nap edzés miatt is az, hogy aszpartámot rákkeltőnek hívni, tévedés, ezt nem értem ezt a mondatot, mindegy, és elég rossz marketing megközelítés szerintem. Több száz tudományos kutatás alátámasztotta, hogy ahhoz, hogy feltétlenül problémás legyen, meg kell lenni naponta kb. 30 doboz zéró kólát, ami valljuk be, nem sok ember, nem, nem sok ember fog megtenni. Tehát mértékkel ártalmatlan. Régóta hallottam már a Sixo márkáról, és szívesen vállalok együttműködést, de tőlem nem lehet csak úgy megvenni előre megírt szöveget. Azt sem fogom hazudni a nézőknek, hogy az aszpartám rákkeltő, meg azt sem fogom hazudni, hogy a kedvencem úgy, hogy még nincs is tapasztalatom ebben. Én minden márkával úgy társultam eddig, hogy a saját gondolataimat osztom meg a nézőkkel, saját véleményem alapján ajánlottam eddig mindent nekik. Például nemrég a Sprite és a Straight-tel is így volt. Nekem a közvetlenség és az őszinteség fontosabb, mert hosszú távon ez az, ami fenntartható. Ha így működhet, örömmel várom a válaszatokat, Alex. Ez egy korrekt levél, szerintem, amit az Alex írt. Nézzük a Mester Istvánét. Azt mondanám, hogy rengeteg zérós kólában olyan anyag, amik elősegítik a rák kialakulását. Persze ezt ne úgy képzeljétek el, hogy megisztok két literrel, és nagy bajatok lesz, hanem a folyamatos fogyasztás után kockáztassátok, Kockáztatjátok az egészségeteket vele. De ezekkel ellentétben a szikszó kólában szinte semennyi nulla káros kémiai összetételt tartalmaz. Ezek a mondatok... Ezt nem mondhatom sajnos, hogy a kedvencem, és ezt szoktam inni, mivel az sem biztos, hogy kapható a körzetemben, de kipróbálom. Ezek rílek, de só, 1000% hogy rílek. Igazából nem ezer százalék, hogy régileg, Az is lehet, hogy a srác írt az összeset, és én lettem átverve legjobban, de ki tudja? Sziasztok, nem sikerült találnom egy üzletben sem szikszó zéró kólát, de tudom, nem tudom, az megoldható lenne-e, hogy egyet küldjetek. A fizetés pedig Paypalon tökéletes lenne. Üdv előd. Paypalból nem kell leadózni, vágod. Paypalra a, PayPal a fizó, nem kell leadóznod, és el tudod költeni online. 200 ikóba tolja az előd. 200 tolja az előd. Nem, nem hiszem, hogy ez edited lenne én ezt erősen kétlem, hogy valaki ezeket így megírta volna, és én, én, az, én a leveleknek így a megfogalmazását, és így pont belőlük nézném ki, hogy tényleg az Alex az normális, az István is fogjuk rá egy kicsit, én őt bírom amúgy, de ez az előd? Hell no, bro. Szerintem ő mondaná, hogy ez a kedvence amúgy, nem? Vajon mondaná? Ez jó volt. Köszönöm a levelet, eredeti Köszönöm szépen a levelet. Hát, ja. Én sem tudom, hogy ki csinálta amúgy. Eredeti szikszó kukacgameboy.com küldte el levelet. István is mondaná, csak nem kapható a körzetében. Hát, de hogyha küldjenek, neki a... Mondod, hogy neked ez a kedvenced? Igen, vagy nem, tesó. Ha mondod, százezerre többet adunk. Hogy nem tudom, hogy ez hogy működik. Hát előd meg a Razer mikrofon és azt mondta, egy Ryzen, szól, nem csodálkozom. Nem egy informatikai zseni. Hát, ja, nem, nem, ez elég könnyű lenne átverni őket, csak vágod. Nehogy az legyen velük is, mint a rekállal, hogy küld valaki nekik egy ilyen vírusos izét, ratot, és az egész gépét irányítani fogják, meg ilyenek. Az, az, azért kemény lenne, hogy egy játékot, hogy tessék, próbált ki. És egy ratot nem olyan nehéz megcsinálni úgy, hogy food legyen. Mármint full undetected vírusítók által. Én berédelek valakit, srácok, szerintem offolom mára. Keressünk valakit. Ú, nő, ki, ki van itt? Ki van a második helyen PSG Ogli előtt? Hát azért a PSG az még mindig le tud előzni, de egyszerűt is leelőzöm. Egyszerűt is leelőzöm, srácok. Rajta vagyok. Hogy ne fekete Miklósra itt. Fúj! fixen te só! fixen nem! Vivien Pitner, á, nőket nem rejtelek, te som. Nőket nem rejtelek. Csak a barátnőmet. Na, császtok, cső, cső, jó ét. Szia, manin! Ha elfogyottam a ma manit csak szójádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszóljád, de ami! A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit, ha is te vagy a legjobb az egész kerületben.